Sziasztok gyerekek, ez egy a FreeFed videó, és ebben a videóban, valamilyen szinten ez egy vásárlós videó, de mégsem, mert um, nem a megszokottat vettem, ugye, hanem egy ilyen 30 napos membershipet, ami hát igazából ahhoz igazából csak türelem kell, és hát nem úgy van, hogy hoppá, most valamit akarok venni, és akkor abból a 1900-ból adja oda 800-at, hanem várni kell, mit tudom én, 10 napot. De sokkal jobban megéri, mert ugye kevesebb, mint 3000 forint, és hát igazából 3000 forinté még egy ezreset sem tudnál megvenni, hanem csak 800 diamondot. Itt pedig kevesebb, mint 3000 forintért 1900 diamondot kapsz, és mellé még 30 napra, vagy egy hónapra, ameddig ez tart, egy nagyon jó ilyen AK skin, ugye? Ez, ez, pedig nem más, mint a Gold AK igazából, és is mutatom igazából, és install, vagy install, vagy instant megkapsz 100 diát, nem tudom, hogy mi akartam ilyen angolosan kimondani, mindegy, tehát itt van ilyen gold AK, AK gold, ugye, és akkor kettő darab rate of fire temel, ami egyébként nagyon durva, de újratöltési újra töltési időt pedig levette, de igazából az semmit nem számít, és szóval kit hogy egy távoli fegyver mennyi idő alatt tölt újra, nem úgy, mint a zöld csotinál, ugye, mert az vagy ezer év mire újra tölt, a inkubátor zöld csoti, ugye, de ugye nem annyira durva ez, úgyhogy két rét a ez nagyon sokat segít, meg nagyon sokat számít, srác, a szidjét kell, Ö, úgyhogy ennyi igazából, és ugye hát instant ott a száz izé, dia, amit ugye megkaptam, ugye, és akkor még ott van, hogy ez hát igazából minden, és kapunk még? Nem, nem kapjuk meg. Ja, de, bekaptuk, jó. Ne, ez félrehangzott, hogy bekaptuk, jó. Ne, a 168 ugye ez a mai napunkra vonatkozik, és akkor minden nap hajnali hajnali háromkor reszetelődik, vagy délután háromkor, nem szerintem hajnali háromkor, és akkor ugye napközben majd fel tudjuk venni, és akkor ott jelzi, hogy óvnedés és még 29 nap, és ott egy ilyen óra jel van. Úgyhogy ez nagyon megérős srácok, és Hát ez a legjobb a dolog, ami megéri a FreeFootball, úgymond, csak hát idő kell hozzá. Öm, ahhoz, hogy még tudjunk picit beszélgetni, megyek egy kleszkodot, most rankedezni nem, nem nagyon szeretnék most így videóban, mert most egy speciál nagyon idő sincs erre, hogy így most menjek egy rankedet és dumálgassak. Öm, meg hát igazából kockáztatni sem akarom, mert igazából én nyugiba szeretek magamnak rankedezgetni. Igaz, hogy régen több olyan videó volt, amikor ilyen, mit tudom én, 3-8 ponton így rankedeztem, meg minden, de akkor nem tudom. Akkor olyan kedvembe voltam, meg úgy voltam, ugye. Úgyhogy, ja. Klán, nem soká level 4-es lesz, nem tudom, ezt így megemlítem. Öhm, még akartam beszélni ilyen kisebb, nagyobb tervekről, ugye. <kül> csatornával kapcsolatban. Hmm, hát annyira nagyon durva tervek nincsenek igazából így videózási szempontból, mert igazából kicsit elment a kedvem tőle, nagyon lehúzták bizonyos dolgok kedvemet erről a videózásról, majdnem a játékról is, tehát már olyan gondolatok voltak bennem, hogy abba a játékot, meg minden, és hát eléggé... Érdekes gondolatok voltak, amik valamilyen szinten igazak, csak amikor egyszerűen nem látsz át a dolgokon, akkor igazából nem érzékeled, hogy ez tényleg így van. Ez pedig nem más, mint hogy, mint hogy igazából ez csak egy játék, és igazából figyelem el elterelés úgymond az élettől. És az olyan játékosoknak kéri meg tényleg rátenniük az életüket a játékra, illetve napi 5-6 órát játszani és fáradozni és megéri nekik, hogy agyfasz kapnak bizonyos idők közönként, az nem mások, mint az e-sport playerek, akik igazából több milliót keresnek magyar viszonylatban, és azzal, hogy hát igazából leülnek és játszanak, meg természetesen híresek. De nyilvánvalóan a Free nem igazán e player, ugye itt most az olyan játékokra értem, mint a, mit tudom én, a mi van mostanában Code, Fortnite, Chego, meg PUBG, meg mit tudom milyenek, tudjátok az ilyen kaliberű játékok, amik tényleg sport szinten eléggé aratnak, és az ilyen playereknek kéri meg, hát a Free Fire nem igazán van ott, szóval nekünk ilyen átlag playereknek igazából a játszás csak az időnket veszi el, és vesztegessük az időnket, persze tök jó, meg minden, de igazából egy idő után szarcsa fog élni, hogy te most most milyen free -fair player vagy, mert igazából egy senki vagy. Hát sajnálom, hogy ezt így kimondom, de ja. Nem mint a játékból is, meg lehet azon kívül is. Öm. úgyhogy hát ez nem fog számítani semmit, ha majd egy-két egy év múlva, mit tudom visszanézel igazából, hogy hú, milyen... Hát igazából az az igazság, hogy azt sem fogom mondani, hogy hú, milyen jók voltak ezek a free idők, mert én tapasztaltam is, amikor abbahagytam a freefyert, egy hónap után leszadod majd az egészet, és igazából azt se tört, hogy volt. Nyilván, van, nyilván azért nem kell ilyen drasztikusan érteni, tehát nem az lesz, hogy mit tudom, elfelejted mert mit tudom én, mit kapsz el, ilyen demenciát, vagy mit tudom én, hanem hogy. Öm, hogy nem lesz annyira durva, mint ahogy gondolják, hogy hú, ha itt tudom a Free fire csak azt fog feltűnni, meg azt fogod sajnálni, hogy mennyi pénzt beleköltöttél, és hogy mennyi időd mentél ezzel, miközben egy csomó más jobb, mit tudom én, hobbi lett volna a való életben, meg mit tudom én, meg, mi, meg hogy mire tudtad volna elkölteni ezt a akár százezer forintokat is, amit te beleöltél a zakuntodba, és, és ha abba egy-két év után az zakun nem fog számítani semmit, ugyanúgy, hogy te sem fogsz a játékba, és hát jó. Ja. <kül> és ez hát igaz is egyébként, igaz, hogy most minden happy a játékba, úgymond, mert ez, ezek a gondolatok, amiatt születtek, mert nem bírtam Diamondot venni, valami hülye probléma miatt igazából. És akkor lehúzta a kedvemet a játéktól, és igazából erre a következtetésre jutottam, hogy ez tényleg így van. És most hú, ha mekkora happy, meg minden, meg végre tudtam venni diát, meg mit tudom én, milyen happy van a játékban, meg minden. Igazából attól függetlenül ez teljesen igaz, úgyhogy ja. Legalább nem vagyok sarlatán, hogy amit állítok, azt mégis letogadom. Úgyhogy a valami ilyesmi srácok, hát most gondoljatok bele, hogy igaza vagy nem, most le a tanulságot. Én azt mondom, hogy ha nem költesz a játékra, sokkal jobban megéri. Nyilvánvalóan aki benne van már meg költött, meg minden annak már hiába mondom, mert igazából tudom magamról is, nekem már túl késő. Nyilvánvalóan nem tervezek örökké, de, de, decemberi elitpasszot szeretném még megvenni, ami, ha minden igaz, akkor ebből a weekly, monthly fasságból sikerülni fog, mert ugye ez két darab, bőven két darab elitpassznak az árát ö, jelenti, és ez nekünk teljesen elég lesz ahhoz, hogy ezt az elitpasszot meg a decemberit is megvegyük, úgyhogy én köszönöm szépen, jól leszek, de a decemberi elitpassz után már nem igazán tervezek Diamondot, vagy hát pénzt költeni a játékra. Sem elitpasszok terén, sem más terén. Más téren ugye. Végre ezt a meccset, nem tudom mit csinált eddig az a, az a két pali, aki afkolt a meccs elején. <kül> a fülesen megint el van baszódva, az egyik fele az egyik fele működőkép, a másik meg igazából hallgat, mint a sír, de hát ez van. Nekem mindig elbaszónak a fülesek, max egy hónapig bírják. <coughs> Úgyhogy hát nem tudom, majd kérek, vagy mit tudom én. Úgyhogy ja, ennyi a helyzet, srácok. Nagyon drasztikus a helyzet. Ebbe, az elit, ebbe a, elit, ebben a szezonban próbálom a legtöbbet kihozni a ranketból, srácok, gőzerővel, vagy hát nem gőzerővel, de azon vagyok, hogy pussoljak ranketbe. Bazd meg, gyertek, már ti is ott álltok, bazd meg, mint egy madárjesztő, meg sem mozdultok. Tehát azon vagyok, hogy ebbe a szalomba minél jobb eredményt érjek kell A cél 4000 plusz, ugye, de hát az már eleve megvolt, úgyhogy nekem az a célom, hogy 4000-től olyan távol jussak, amennyire csak tudok, ugye. Már nem a 4000 a cél, ugye, ilyesmi. <kül> Hanem hát, ugye, hogy még jobban megfeszegessem a határokat, mint akkor, amikor 4100 valami ponton voltam, csak most az a célom, hogy még jobb eredményt érjük el, mint mint az előbb említett pontszám, ugye. Ami hát nem igazán tudom, hogy hogy fog sikerülni, de igazából én nem bízom túl magamat, meg hát igazából úgy járok a rankert, ez, hogy nyilván valam próbáljuk jól teljesíteni, minden. De hogy mondják, hogy előre nem szok a medve bőrére, hogy mekkora kemény player vagyok, hogy ilyen 4000 ponttal leszek, nem, hanem csak rankedezik, és akkor cső. Nyilván valóan nem ennyire érdektelenül, mert tehát igenis érdekel, hogy mennyi ponton leszek, meg hogy mennyi pontot kapok, meg hogy kapok-e minuszt. Bár egyébként jó kijelenteni, hogy a pussolásom elkezdett óta még egyszer sem veszítettem, sőt nyertem csak. Eddig csak nyertem, egy olyan volt, amiben második helyezett voltam, és volt egy ötödik helyezett. Azon kívül minden meccset megnyertem. De az én jelentjük ilyen jól, mert hát ki tudja, hogy mit tud a sors, meg hogy mikor jön be a mínusz. A mínusz egy váratlan ven vendég, de bármikor kopogtathat. <coughs> Már igazából óvatosan játszok szólni ópara, de hát igazából mindig, mindig van esély rá arra, hogy lesz egy enem jobb, te nem számítaná rá is. A világ kárta mögött, ahova játékos elvileg nem ugorhatott volna el, csak te, mert te pussalsz, és próbálsz mindig távolabb kerülni, vagy mit tudom én, csinálod a taktikádat, és azt hiszed, hogy nem jött oda senki is köz. igazából ott kempel egy gyerek, vagy mit tudom én, mert oda teleportált, vagy nem is tudom igazából, ott van egy ember, és egy cső, meghaltál, de, 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 de jó. Úgyhogy, de igazából ezt amúgy is tudtátok, hogy így pussolok, csak hát már mondtam a videóba, csak hát nem tudom, csináltam ilyen kijelentő, helyzet helyzetjelentős dolgot kijelentés, de hülye vagyok én is, amúgy megint tugat a kutya, nagyon jó amúgy. <kül> nagyon szép egyébként a csapattársaim teljesítménye végre felébredtek, hogy nem tudom, de most keltek ki az ágyból, de már mennek freeförözni, azt szerintem még mindenki kómás amúgy. Vagy nem is tudom, hogy mi a helyzet. <kül> Hajrás, srácok, nyomjátok nekik. Vagy neki. Már csak egy ember él úgyis. Így a Joker skin De ez is Joker skin -e? nem, nem, baszakszik. Na, szép, szép, szép. Legalább nem fogjuk elveszíteni, a minden jól megy a Amit lássátok, ilyen rankedes szedbe tolom. Mostani rankedes szedbe. Please, ammo, bro. Hogy van neki tia. De nekem nem veszke az meg, hanem ammó. Hát mindegy, akkor. Egy, egy töltény egy, egy oké. Okay. <laughs> Na van egy vansatoló pisztolyunk, pisztolyunk, izé fegyverünk, vagy hát igazából pisztoly, de nem a szószoros értelmébe. A szegény csapattársunkat már is nokkolták, az meg. Ű, mekkora, mekkora izé vagyok, a megmentő, mi fasz lok, malokkal, lok. Na, bazd meg. Hogy volt már ott, bazd meg? Lerakom a falat, elkezdek futni, de ő teleportál egyet, és már már is ott van a hátam mögött. Amikor kb. két ára másodperc kéne, hogy onnan odafussá, bazd meg. A falam mögött volt, de ő már ott van. Az úgy komoly. Nem, hogy ezek a vérprofi, kriminál playerek lehozzák, ezek a veterán playerek, srácok, áldja meg őket az Isten. Joker, szkines, meg a Joker meg ez a csaj, meg a, mit tudom én, ki a meccset, nekem srácok, easy peasy, mit akartok? Néha azért nem. <coughs> hát igazából pluszot kapnunk, de pont leszorom már, mert a 50 csillagot elengedtem, de hát hát ha majd így valamikor sikerül, amikor leszorom, és akkor igazából a dolgok amúgy is úgy szoktak sikerülni, hogy nem érdekelnek. Aztán amikor rá vagy feszül, meg hoppá, ott vagy 50 csillagom meg mit tudom én. Ó, piros izéje van neki, geci. Az az ég komoly. <kül> piros inkú izéje. XM8-a. Tud látszik, hogy hogy, hogy hogy, 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 eléggé rich playerrel volt dolgunk. Bár igazából amúgy is ez a Joker player volt a legjobb az meg. Az meg ott, ott, ott állt, kiafkolt két darab meccset, vagy nem tudom mi volt már. Hát igazából annyi az egész ebből, hogy várni kell még, vagy ilyen, mit tudom én, egy hetet, egy bő hetet arra, hogy meg tudjuk venni az elit paszt, igazából így, hoppá, hívnának vissza, de a pussolnák leszkodba, akkor mennék, úgy mennék, mint a jó istenizé, csak hát most igazából nem pussolok leszkodra, de egyébként, ja. Itt van látását, ugye, um vagy majd egy bő egy hét és meg tudom venni az Elite pass ugye, mert hát ugye mondtam, hogy ez a weekly membership hát igazából a türelem alapszik, meg hát igazából a megérőségre, ugye eset, és akkor 800 dia lesz az Elite paszt, ugye, és mennyi nap van még belőle, 24 szal abból elveszünk, mit tudom, max. egy hetet, akkor még bőven lesz időnk, hogy a megvásárlás után kivigyük az Elite pass de igazából úgyis már is 100 nem sokára száz begyűtnél vagyok, úgyhogy semmi probléma nem fog ebből adódni. Úgy 15 perc is a videó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, srácok! Mindenféleképpen hagyjatok itt egy lájkot, illetve nyomjatok egy feliratkozást, ha még nem tettétek volna, ugyanis ugyanis, ugyanis nem sokára meg lesz a 1500 feliratkozó, és, és igazából, ja, úgyhogy hajtunk a 1500 felé úgyhogy hát igazából ennyi. Egyébként egyébként úgymond ezek a plusz tervek igazából, úgymond, hogy mondtam, hogy elment a videózástól a kedvem egyébként. Öhm, hát most nem akarok annyira gyakran majd csideózni, már mint ne értsétek félre, ugyanúgy jönni fogunk a tartalmak, csak hát nem annyira komolyan úgymond. De vannak ilyen videós ötleteim, igazából ez pedig olyan sorozat lenne, amiben taktikákat mutatok be, ugye. Öhm, tehát ilyen taktikákat mutatok be, de azon belül sem komoly taktikákat, nyilvánvalóan lesznek komoly taktikák is, de viccesre akarom csinálni, és olyasmi taktikákat bemutatni, mint például, hát jó elmondom, a patkány taktika, ami igazából abból áll, hogy a map szélén mész, és felszeded a lútokat, és ez igazából ilyen kemper taktika, szóval ilyen, ilyen vicces, ilyen paródia jellegű ilyen taktika bemutató videókat, amin fel tudnak idegesedni az emberek, akik nem értik a poént, viszont akik értik a poént, az olyan jót fognak rajta nevetni, mint a kurva élet, de hát szerintem majd sejten is lehet belőle, mert majd ilyen viccezenével akarom megcsinálni, úgy mint egy ilyen komédiát, és akkor úgy ennyi igazából, de nyilván ezen a sorozaton belül majd tervezek jó taktikákat is, amik hát nem igazán viccesek, hanem profi taktikák is, ja értitek a helyzetet, srácok. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, nem tudom, mit mondjak még. Szevasztok!